my heart. Clouding wolf, you make me hollow the moon. And you're a fire splash in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Jó, ezt imádni fogja. Ezt hallgast, Klódiának milyen új baresz ötletei vannak. Király. Kedves Hugicám, képzeld, maga a királyné hívott meg magához a palotába. Ha az uralkodó hív meg egy udvari bálra, azt hihetnéd, hogy legalább jól fogsz szórakozni. Felséges királynő. Bocsánat, értesedezem. Még egyszer. Micsoda remek szórakozás! Hát mi jól szórakoztunk. Épp ekkor futottam össze a híres mélytengeri felfedezővel, Jack Gustóval. Észbontó. Úgy várom már, hogy mi lett a folytatása. Howlin azt hiszi, hogy amiket Claudia ír, az mind igaz. Oltárira beég, ha megtudja, hogy nem, és csak kamu ez az egész. Nehogy már, csak nem hal bele. Nyákkal, iszonyú jól éreztük magunkat a tengeren, míg a sapia a vízbe nem esett. Erre fogtam magam, és utána ugrottam. Csak hogy egy óriás tintahal kaparintotta meg, tehát megbirkóztam vele, hogy visszaszerezzem a sapkát, és megnyerjem a mélytengeri pankráció bajnokságot. Hallottatok már ekkora csacskaságot? Egész biztos, hogy nem üt ez vissza. Finoman kell beadagolni neki a dolgot, hogy ne égjen akkorát. Helyes. Figyelem, iskolagyűlés a színházteremben. Howlin felolvassa nővére Claudia legújabb kalandjait. Nyák a saját szigetére vitt ezt megünnepelni, és ekkor... Mi van? Claudia sztoriait olvasom fel. Épp azért ne folytasd. Az az igazság, hogy... Az egész nem igaz, tök kamu. Vágom. A testvérünk forgatókönyvíró, az egész suli tudja. Ja? Akkor nem szóltam. Lépjünk le. Aha. Írtó klassz lesz. Ó, eszembe jutott, mi lenne a legvérfagyasztóbb folytatás.